Az elődöntő első mérkőzésén idegenben hosszabbítás után nyert az NKS, így várható volt, hogy a második találkozó is jócskán tartogat majd izgalmakat. Nem is csalódtak a Szent Imre gimnázium csarnokába kilátogató nézők. Az első negyed 24-24-es döntetlennel zárult, a nagy szünetre két pontos hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. A harmadik játékrész egy ponttal a nyíregyháziaké lett, de a negyedik negyed végén átvette a vezetést a TFS-e. Egyenlített, majd a vezetést is visszavette a házigazda, 14 másodperccel a végső dudaszó előtt viszont ismét a fővárosiak álltak jobban egy ponttal. Farkasinszki Orsolya két jó büntetőjével ismét fordult az állás, de az utolsó pillanatokban háromszor is kosárra dobtak a fővárosiak, mivel azonban egyik kísérlet sem jár sikerrel, a nyíregyházi kosársuli győzött egy ponttal, és története során először játszott az élvonalba jutásért Farkasinszki Gyuláni együttese. Az első negyed vége volt az, amikor valamilyen szinte egy picit lenyugodtunk, mert ugye addig vége a térvezetet, tehát ugye eleve elkezdett, már 5-0-ra vezettek, tehát akkor ott hirtelen egy kicsit én is ott, mi lesz ezen a mérkőzésen. De szép lassan azért rendeződtek a sorok, azok a játékosok azért, akik meghatározói elkezdtek betalálgatni, egy-egy labdát sikerült védekezésbe szereznünk, aztán szép lassan haladtunk. Ugye megvoltak egyébként a különbségek, volt, amikor 8-9 ponttal is vezettünk, csak ugye akkor mindig jött egy mányoki 3 pont, vagy éppen egy másik játékos hárompontosa, és akkor kezdtük az egészet előről, tehát újra kezdtünk építkezni. Tehát itt az volt a szerencsénk, hogy az a végjátékban azért sikerült bedobnunk a büntetőinket. A másik ágon az elődöntő harmadik mérkőzésén az MTK Budapest 75-63-ra verte a Vasast, így 2-1-es összesítéssel jutott a fináléba. A döntő meccsének időpontjáról még egyeztetnek a felek, de jelen állás szerint a jövő hétvégén Budapesten kezdődik majd a két nyert meccsig tartó párharc.